A napokban Stéron szólt, hogy van itt egy ilyen érdekes játék, amiben szerintem mindenféleképpen bele kéne néznem. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű játék. Gyakorlatilag Bullet Hell, hordás, gyilkolós, roguelite elemekkel. Pár karakter, pár fegyver, pár power-up, de itt igazából arról van szó, hogy vagy te, és fel kell venned a harcot, túl kell élned, úgyhogy minél több ellenséget ölj meg. Ez egy 3 eurós játék. Nagyon max 3 eurós játék. És megpróbálom, milyen kontrollerre az irányítása. Nem tudom, hogy van-e full screen, lehet, hogy Alt-Enter-t kéne nyomnom. Igen, az úgy néz ki, hogy megoldotta itt a dolgokat. Böngészőben is elérhető egyébként ez a játék, hogyha esetleg valaki nem Steam-en akar vele játszani. Oké, most át kell, hogy álljon a kezem a Nintendo-s irányításról a PSS Xbox-osra. Oké, tehát van ilyen gemünk, meg van coinunk. És vannak power-up-ok, amiket coinból tudunk majd fizetni, ezek a roguelite elemek a játékba. De hogy igazából mi is a játék, nézzük. Képzel el, akkor néha bebágol a fullscreen, lehet csak nálam. Ó, köszi szépen, Venom, mert az infót. Ez a játék valamiért engem a cookie clickerre emlékezted? Értem, hogy miért gondolod. Aha, coint kell szedni, hogy unlockoljunk karaktereket. Elvileg 7 karakter van, én most itt 4-et látok, és mindegyiknek megvan a különleges képessége. 10%-kal több sebzés minden 10. szint után, ez 50 X-tekkel. Antonio! Mert Antonio. Nintendo kiosztás, kontroller kiosztás, mindig szivat, ha átmegyek más platformra. Akkor jó. Na várjunk. Tehát itt igazából csak az irányt mondom meg. Oda mész. Level up. Orbitál, jöhet ez az orbitális. Én most nem látom, hogy mi történt volna. Mármint, hogy történt volna. Ott van, Biblia. Orbitális Biblia. Valahol megsebződtem. Uha. Lehet akkor nem a Biblia volt a legjobb megoldás. Átrakom másik sarokba a kamerát, hogy többet lássatok a játékból. Szia, okvetlen pöcskénsz. Szia, Kristóf Tapszi. Szia, Jonikó. Jóko Sensei üd mindenkinek. Sánta víz. Azt mondja. Damaging zone. A VIP egyel több projektálist, mármint hogy egy projektálist fog kilőni. Ahogy a Biblia is. Ezt a Bibliát nem érzem olyan erősnek. Aha. Most már hátra is csapok. Nézem, lehet titokon? Ja, még márciusban csináltam. Egy coin! Húha! Nem nagyon jön a coin. Az helyzet a Code Zombie-ban rengeteg tapasztalatot szedtem össze, hogy hogyan kell összehúzni a népeket. Ah, ott látom már a HP-mat. 'Szeretem terelni az ellenségeket, hogyha van rá mód. Ez nagyon sok XP ad. Ez sértő, a Biblia mindenre a legjobb megoldás. Nem tudom, itt most nem érzem olyan hatékonynak.
Magic Wand X. Az micsoda? Treasure. Micsoda muzsika? Olyan, mintha valami kaszinóba lennék. 73 gold, meg valami fegyver? VIP. Egy 3-as VIP. Az nem tudom, hogy jó nekem. Begyűjtöttük. Még egy szintlépés. Fejlesszük ezt a VIP-et. 24-es, 13-as sebzés nyomunk. Jézusom! Azt a rohadt! Ez nagyon tetszik ez a játék. Milyen egyszerű és milyen nagyszerű. Spinac. Az helyzet egyre jobban megy le HP, mert nuboskodok. Lehet, hogy van Coilent. Szevasztok ki. Üdv mindenkinek, srácok. Osztorod! Csökkentsük a bejövő sebzést? Á, nem kell. Spiritónus, jó reggelt? Ennám, démoni. Ezeket a finomságokat. Nézzük meg a wandot, hogy milyen. Aha. Most már csontik jönnek. Azt írja, hogy level 8. Lett egy treasure-öm. Ez egy fejlesztés. Valószínűleg fejlesztéseket nyitok. Mert most a VIP-em 5-ös lett. A Wand elég szépen sebez. Jó, ez a Wand, ez nekem tetszik, mert nem csak oldalra tud sebezni. Viszont elgondolkodtató. A Laurel megvéd a sebzést, hogyha éppen aktív. Na nézd meg, most már szellemek is jönnek. Nem áll jól a HP-m. Kefires smoothie valak. Hát ha még egy coin. Annyira durva, hogy lehet egy ilyen egyszerű játék, ilyen jó és kikapcsoló és szórakoztató. Ez nagyon durva. A Biblia sebességét lehet növelni.
Már 4 bit, és jöttek ilyen imádkozó sáskák. Itt be akarnak zárni? Ha, ez nem tetszik neki. Egyszerű játékok a legjobbak a kikapcsolásra, legalább nem idegesítenek fel. Hát ez abszolút így van, ez abszolút így van. Na? Jackpot! Úristen, úristen, very big loot. Anna az akna keresve is mennyit távoltam. Hú, meg a fasziánsz. Leszerettem. Hát ezek a nem tudom mik nagyon akarnak. Mint hogyha új gem típus lenne. Kék gem, vagy mi az? Zöld? Majd mennünk. Szóval a slot férjünk. Ilyen ter böngészőben nem kellett tölteni? Nekem nem a böngészős verzió van. Tudom, hogy van böngészős. Mondtam is. Szerintem az nem letöltős. Az a böngészőben csak így játszod. Mint a flashes játékokat régebben. Bárha ez mond valakinek valamit. Ja, 6 percre nyomjuk már level 12. A lényeg, hogy ne szorítsanak be. Van passziánsz egyébként. Ha beírjátok a Google-ba, hogy passziánsz, akkor tudtok játszani a Google-nek a passziánszával. Vipet fejleszteni kéne. Azt hiszem. Jézus! Most lesz 1000 enemy megölve. Ez micsoda? Wow, még hílek is vannak. Base damage. Hát, menjen a VIF fejlesztés. Nagyon érződik, hogy alig akarnak hullani az emberek. Ettől a játéktól úgy szédültem, mint a szemét. Amikor sok enemy jön, akkor elkezd elég creepy lenni. Hát azt elhiszem, a vége már durva lesz. Ez még csak az eleje. Ez még csak az eleje a játéknak. A treasure. Nem fogunk tudni oda menni. Arrébb kell csalni a hordát. Ja, a kájtolós játék, így van. Ez a Tetris is tök egyszerű, Mechanikára épp és mai napig népszerű. Ja, Tetriszt is szeretem nagyon. Level 8-as VIP.
Már vannak 50-es sebzések. ...1400 enemy halt eddig meg. Ezek a durva denemérek, ezek nem nagyon akarnak halni. Ja, mehet az axe. Jó párszor rá kell csapni ezekre a nagy denevérekre. 15-ös szint. Hoppá. Túl közel mentem az enemihez. Állokolni kéne az új karaktereket. Szevasztó, gyerek. Szentes! Szia-szia! Köszi szépen a 7. hónap támogatásodat. Itt újra itt köztünk. Srácok, már regjenek a szövegek. Jézusom! Hát gondolom ezek a növények azért vannak, hogy ne szökjek ki a... az arénából, úgymond. Az gyegyús. Szentelt víz. Döme, köszi szépen a 100-as sírt. Hát ez szerintem most halál lesz. Igen. Akkor meg kellett volna ölni. Meg kellett volna ölni a boss-t mi hamarabb. Jézusom. Hát szűkült a kör. Igen. Igen, igen. Jó sok achievementet kaptunk. Éj túl több mint egy percet bármelyik karakterre, illetve 10 percet. Nagyon jó. 10 perc 50 mondjuk. A VIP-ünk 56 ezeret sebzett, úgyhogy 8-as szintű volt, és 86-os DPS. Wow! Aki úgy gondolja, hogy okvetlen kell segíteni a chaten, az szerintem olvass el a szabályzatot. Ah, már nincsen kántálás, megszűnt a kántálás, már nem megy a parancs, srácok. Szevasz, rajdon, papam. God of War befejezted, vagy még van hátra? Hát lehetne még benne mit csinálni. A sztori az véglet játszva, ahogy rajdon, papa is mondja, igen, igen. Ez jó volt. Van 340 coinom, és megveszik ezt a Pascalát. Pascalinát. Köszönöm. Meg imád a Bella pézét. Ja, ez egy család? Ah, értem. Hát akkor nézzük meg Imeldát, mit szóltok. Na hát ő például alapból ilyen vandos izénéni. Általában amiben játékba befejezem a sztorit, annál a vodnál oda teszek egy ilyen kis pipát elé, Jonico. Hogyha ez segít, akkor onnan tudod, hogy az az ending. Szia, lenne egy fontos kérdésem. Wubanglaz! Jaj, ez nagyon jó volt. Az nagyon jó volt. Utergály, köszi szépen, hogy itt voltál. Üdv mindenkinek, srácok. Adjátok a fejlesztéses cuccot! Már 39-en amit megöltünk, de hát annyi enemy nem is volt. Knife.
az helyzet, a VIP-et muszáj fejlesztem, hogy két irányba tudjak csapni. Legtöbbször a kocsiba vezetés közben szoktam nézni a vodokat, olyankor nem nézem, van-e pipa. Ez van, ha... Ja, nem, ezt most nem beszólásként mondom, hanem inkább ilyen informatív jelleggel, hogy... Hogyha... meg akarjátok keresni azt, hogy végeztem-e már a sztorival, akkor az a pipa az árulkodó úgy a játék playlistjében. Abszolút nem izé okoskodásnak szántam, hanem inkább informatív. Jelleggel mondom. Szóval, hogy ezek a fénylők dobják a treasure-t. Szia, David. Very big. Lehet, hogy a wandot kellett volna fejleszteni. Most már mindegy. Egy raj. Ott a sok íze XP. Boston Goblin. Nem ismerem. Ezt a játékot. Hogy Wings! Ez az, amit upgrade-eltünk. És akkor 10%-kal gyorsabb lesz a karakter. Hát nem érzem rajta. Szia, Sticky. Ja, megvesszük a bibliát. Tök jó, hogy ilyenkor, amikor választom a fegyvert, akkor kijelzi a statjaimat. Adjad a treasure-t! Adjad! Adjad ide! Adjad! Nem adja. Kék kristály az XP, így van, kis András. Minél... Tehát a zöld is XP, csak az még több XP lesz majd. A gold meg ahhoz kell, hogy permanens upgrade-eket vegyek. Max HP növelés. Spinac legyen. Visszázalék sebzés az még valószínűleg annyira nem érződik. Spinac mindegyik fajta sebzésem mert növeli 10%-kal, igaz? Ha minden igaz. Ez ilyen izé, mindenféle sebzés növelő lesz. Nagyon jó. Most gyorsabban fogunk majd lőni a mágikus vandunkkal. 81 coin. Cseréltem a motoron a karburátort egy korszerűvel és két lóerővel többet tud, de a motoron most valószínűleg ez pont 10. Micsoda izé, polihisztor vagy. Jonikó. Oda néz, még heal is van. Ugye ezen lassan jön valami boss. Na, ezeket így begyűjtjük.
és akkor korona, több XP. Weapon cooldown. Ezeket unlockoltuk, hát ez nagyon király. Egyed a koronát. Ja, a boss lett közben? Szevazza, Kika! Szűkül a kör. Nagyon jó. Very big, very big. Automatikus támadás. Én egyetlen dolgot csinálok. Mozgok. Meg néha júzolom a treasure-t. A coinok a coin unlock után mire lesznek jó? Lehet upgrade-elni a hőst? Aha. Lehet fejleszteni a karaktereinket permanensen. Ezek olyan dolgok, amikkel minden egyes rán erősebb lesz. A roguelite az ilyen stílus, hogy minél több ránt mész, annál jobb lesz, annál erősebbek lesznek a karaktereid. Az XP az meg csak erre a ránra vonatkozik. Most hiába vagyok 11-es, ha meghalok, akkor újra kell szinteződnöm. Már megjelentek a zöld kavicsok. Nem jó, nem rossz amúgy ez a Magic Wand, csak ez nagyon egy targetes. Valószínűleg bossnál jó lesz. Viszont ez a VIP, ez meg jó területi sebzés nyom. Úgyhogy azért volt akkor a DPS-ünk vele. Az előző rámba. Szevasz, Debulon. Részer, projectile speed növelés 10%-kal. Hát akkor inkább már 5-ös legyen a wand. Miért olyan népszerű ez a játék? Mert egyszerű. Au! Hűha! Ez halal! Ja, a szentelt víz is, ahová igen, igen, lovaska. Ó, hát ez gond. Ez nagyon nagy gond. Nézzük meg a szentelt vizet. Csak lássam majd működés közben. Ott van. Hű, hát ez a szentelt víz ez. Mintha nem is lenne.
ott lesz a treasure. Adjad ide a treasure-adat. Rákerestem erre, ez még csak orányi hozzáférésű? Hát, hogyha rákerestél, akkor a Steam oldalán ki kell, hogy legyen írva. Nem tudom egyébként. Fire Wand. Kaptunk Fire Wandot, mert Light Source-t destroyoltunk. Nézzük meg akkor a következőt, a Pasculinát. 10%-kal gyorsabb lesz minden ötödik szintnél a projectile. Hello! Ez jóféle. Jóféle. Ez jóféle. Infininód. Nem vágom, azt nem vágom. Fire is at random enemy deals heavy damage. Power defense-eket is nagyon szeretem. Az a helyzet, nagyon érzem, hogy az a VIP az egy jó fegyver. Most nincs olyan clearünk. Treasure-öset meglőhetnénk. Uha, az ott egy piros kristály. Uh-huh. Ki is arra sebez, amerre éppen nézek? A piros nem adott olyan sok XP-t. Bizony, bizony, stay alone. Túlságosan addiktív, stay alone. Most így elsőre. Köztünk a fába. Ez már a Dying Light 2D, így van, nice, így van. Kéne fejlődnünk. Na végre. Na hát akkor fejleszik a Fire Wandot. Alapvetően nem rossz. A karakterünk képességét kéne. Ez nagyon tetszik. Itt a pick-up-ok azok nem tűnnek el, ugye? Ha, rája lőjed. Micsoda sebzést láthattunk. Ezt a treasure-öset jó lenne, ha megölni a karakterem. Úgy néz ki, hogy neki nem hoznak treasure-t. Neki csak piros kristályt.
Ő nem szereti a treasure-t. Damok. Damok. A szellemek nagyon gyorsak. Hát ez gond, srácok. Ez most nagyon nagy gond. Nem kapunk olyan jó cuccokat, hogy tudjunk haladni. Szegény Csontinak van amúgy íja, de nem tudja használni. És még be is jött a boss fight. Majd belennék, hogyha még lőnének is? Nos, igaz. Ez szerintem most itt lesz rippentyű. Vége lett, de mitől lett vége vajon? Mitől lett vége ennek a körnek? Mitől lett vége a szűkülésnek? Szevasz, feed max, Jézusom, ezer éve. Mi újság? Bacska. Hogy akkor time limites. Hát. Base damage up 5, base speed up 20. Na, ez a rune tracer a karakterünk alap támadása. Kíváncsi vagyok, hogy ezzel a karakterrel hogy bírom. Coinom alig van például. Treasure-öket nem nyitottunk. Nem is tudom, hogy a denevérek támadását hogy éltem túl. Anna. Anna, nagyon-nagyon köszönöm szépen a támogatásodat, immáron 11. hónapja. Peregjenek a szvegek, srácok Pannának. Kántálás már nincs, úgyhogy nektek kell megmutatni. Jerry Lee, ha-hó. Itch van? Mit tud ez a madárka? Jézusom! Az nagyon nagy gond, srácok! Nagyon nagy gond! Jó ez a madárka, tetszik. Jó kis burstot lenyom.
Hát eddig az alapkarakter tetszik a legjobban. Üskés állat. Köszi szépen a támogatásodat. Mert a 10. hónapja, mint feliratkozott vadász. Köszi szépen, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Köszi szépen, Panna, neked is a 11-et. Neki mélyétek a csetet. Végre. Egy kis szünet. Fölvenném ott a treasure-t. Na nézzük, mennyire lesz Feribig. Srácok, peregjenek a szvegek küskés állatnak. Na és ez mit tud? Base damage up, base speed up. Aha. Túl közel mentem az enemyhez. Tényleg a... izé... a fényforrást is el lehet pusztítani. 10 percig túl kéne élni. Basszus. De lehet nem lesz 10 perces túlélés. XP, ez az. Ez az. Mi az ott? Jó, 10 perc megvan, srácok. Hivatalosan is jók vagyunk. Ezt a Fire Wandot kimpelem inkább. Tudunk ebből kihozni. Firewand fejlesztés és 89 gold. Még több sebzés. Belementünk a virágokba. Igen. Az elsőnél 89-es sebzésünk volt. Az nagyon jó volt. Rune Tracert unlockoltuk, illetve az árkát. Hogy az árka egy karakter. 600-ba kerül. És te is 600-ba kerülsz. Permanens plusz egy projektális minden egyes fegyverre. Na hát akkor Antonio, mutass csak magad. Nézzétek már, rögtön bekaptam egy sebzést. Antonio! Jó. VIP fejlesztés, hogy legyen hátsó sebzésünk. Ez lesz a rán, ez lesz a rán. Adjatok már XP-t! Oké. Hozzák a treasure-t, ahogy látom.
tudsz add ide a treasure-t. Add ide. Add ide. Add ide. Na. Hát jó, akkor csináld így. Brutál mód tetszik ennek a támadásnak, hogy ilyen jó AOE-ja van. Jó, legyen a Biblia, bár a százalékos sebzés is nagyot ment volna. Tűha! Azt mondtam, hogy ez lesz az arám, mi? Azt itt doboskodok. Elbíztam magam, srácok. Elbíztam magam. Csúnyán elbíztam magam. Hílek azok vajon hogy, hogy jelenhetnek meg a játékban? Firewand, az jó volt. Igen, igen, sült húsi a földön, csak hogy mászkálnom kéne a pályán, vagy egyszer random megjelenik. Hirtelen nem látom. Mint a drop, aha. Nagyon kísértjük itt a sorsont. Aj, pedig ez olyan jó volt. Szerintem az volt a gond, hogy nagyon rámentem a VIP-re. Tehát... rá fogom menni a VIP-re most is. De annyira, hogy a hát... hátrafele sebzés meg legyen. Az előbb lehetett volna látni a húsit? Komolyan? Nem láttam. Mármint, hogy tudom, hogy néz ki a húsi, mert már vettem föl, csak nem láttam az előbb az előző rámba a térképen.
kell, hogy legyen mindenféle sebzésünk. Ha esetleg nagy gondba kerülnék, akkor... akkor legyen, ami megment. Firewand. Oh, ott a treasure. Bármit nyitunk, szerint a következő karakter már meg lesz. Ó, és egy wand fejlesztés. Weapon cooldown. Csökkentés. Szerintem ez jól jön, a weapon cooldown csökkentés. 5-ös szintűek vagyunk. Az egyik leghasznosabb, hogyha sok fegyverem lesz, ez a cooldown csökkentő. Szentelt vizet nem éreztem erősnek, bár valószínűleg fejlesztenem kéne, hogy érezzem. Mert a Bibliát se éreztem annak. Szevasz, Jazzgear! Ja, én csak a hőst irányítom, Sticky. Igen, automatikusan csinál mindent. Wake up! Hold the line! This hamlet shall not fall! Antelope, köszi szépen a rédet! Üdv mindenkinek! Ja, szóval én csak a hőst irányítom. Fejlesztek, veszem fel a pikápokat. Uhuhu. Az ott very big. Nem tudom, melyiket kéne kivenni. Aszta! Ez nagyon jó! Arra megérkezni, hogy a Bibliát se érezte erősnek, érdekes van. Igen, ez már más is szóvá tett be. A treasure. Üdv mindenkinek, spacok. Ahó. Na nézzük. Cooldown csökkentés a wandra. Húha, wand fejlesztés vagy VIP? VIP. Ez a rán határozottan jobbnak tűnik. Itt van HP-től több pick-upunk.
Én a Bibliának a, az ószövetségi részét szerettem nagyon. Asztarat! Hát ez valami legendásnak tűnik ez a loot. Eltört! Eltörtük! Biblia fejlesztés? Igen. Magic Wand fejlesztés, 10-szel több dam. Aztán gyorsabb Biblia. Még egyel több projektális. És a VIP sebzés nevelés. Jézusom! 5 loot volt a ládába. Ha valami, akkor ez very big, srácok. Jézusom, Jézusom, nagyon darálunk. A shield amúgy elgondolkodtató nagyon. De hát csak adam, ugye? Így csinálják az igazi vovosok. Az igazi DPS-ek csak a damra mennek. Interrupt, meg ilyenek. A húsevő növénykarika mi alapján tűnik el egyszer? Nem értem rám, de ha valaki tudja, nyugodtan elmondhatja. Srácok. Szerintem kiosztott dam alapján. Aha, aha. Ja, csak a, szerintem a futár hívott, hogy meghozta a monitort. Gyorsabban mozogjunk, sánt a water. Mozogjunk gyorsabban. Már megint új monitor? Mi az, hogy már megint? Nincs már megint. Még mindig van. Sticky. Milyen monitor lesz? Hát ilyen világítós. Világítós. Amúgy LG 27GL850 kötőjel B. Annyiszor írtam már be a nevét, hogy megtanultam. Ha felkeltenél az álmomból, akkor is tudnám. Szevasz, miniszter. Megy a burst nagyon. Oké. Okay. Shields from damage when active. Hát ez jó béna láda. Csak kép. Középen jó sok XP van. Ez az. Gyere rám XP.
projectile speed növelés az mehet. Annak néztem a nagyobb, de QAD változatát, a 32GN, a 65, 650, de nem tudom mi legyen, mert szeretem az ultrawide-ot, de nincs jó monitor most, vagy nagyon drága az olyan, ami kéne. Hát attól függ, mik az igények, hogyha akarsz IPS-t, meg ultrawide-ot, meg mit tudom én miket, nagyobb képfrissítést, akkor annak, ja, annak durva ára van. Azt micsoda ott? Oda néz. Hát ha valami, akkor ez full csalás. Haló? Tizenötös szint. Nem ugyanaz a monitor van fullos. Mármint amit Sphere Card Solo írt? Hát nem. Vagy amit én mondtam. Ja, ami nekem lesz? Nem, nekem GL. Akkor neked egyel újabb van. Neked egyel újabb van. Abban van ilyen Black Frame Insertion is, ami neked van. A Black Frame Insertion elég király feature egyébként, de nem akartam azért meg a magasabb képvisítésért a 50 000-et fizetni. 144 helyett 180 Hz-es a GN, meg van benne Black Frame Insertion. Ja, az enyém GL, így van. Az enyém egy évvel régebbi széria. Próbálom ezt a sáskát ölni. Hát, ha jön a megoldás. Van ilyen, ki lehet jönni a virágokból? Azt a rohadt, mi van itt? Azt hiszem most fog bedurvulni a játék. Van egy olyan érzésem. Nekem 27GL 850 van, az egy... Ja. Én azt néztem ki, Ampucius. Base speed up. Jöhet. Mármint a base speed az a projektálokra vonatkozik, gondolom én. Jaj, vékony a monitor. Én
pillanat. Na. Adriát is vette a csomagot. Vérfarkasok! Azokat már a God of War-ba se szerettem. Mi alapján durvul be a játék? Mit kell ahhoz tenni, hogy bedúruljam? 34 GL. GL 750. 1080p. Uh-huh. Idő. Aha, aha. Köszi, köszi. Egyel több enemint túl megy a sebzésem. Mágikus vannak. Az amúgy elég király. Jézusom, ott nagyon sok kristály van. Az helyzet, a következő évet szerintem nem fogjuk túlélni. Ezért fontos az early? Uh-huh. Muszáj, hogy ez olyan élmény, hogy aki kipróbálja, soha nem adná lejjebb. Én még nem próbáltam. Még a 4K-s próbáltam. Még a 4K-s próbáltam, de erősen gondolkodom rajta. Mi történik? Azt micsoda? Puty, behúztuk az összes gemet! Az összes gemet behúztuk a pályáról? Csorbi, köszi szépen az ötödik hónapot! Peregjenek a szvegek, srácok! Level up szimulátor. A kite szimulátor. Tetszik az, hogy sebezhetetlen leszek egy kis időre. A pajzs miatt. Na, nézzük! Peregjenek srácok a szvegek Csorbinak. Köszi szépen! Igen, nekem is ez a gondolat, hogy nagyon szeretem, de minimum 1440 magas, meg 120 Hz és rögtön 500 000. Jaja. Ez ilyen, skacok. Ez gond. Negyed órás ránra lassan. Hát... Ott hagytuk a növényeket. Én ilyen keménybe vagyok. Én köszönöm, Csorbi. Köszi, hogy a Prime-odat még mindig rám használod el. Hello.
Nyújj! Elment az immunitás. És most itt! Kristály! Te jó ég! Jó, ez halál lesz így. Jó, hát még az imádkozó sáskák is jönnek. Jézus! Jézus, 5000 enemi! El egy győző összesen. Hagymát, állokoltuk a hagymát, vákum. Állokoljuk az újabbnál újabb itemeket. Duplikátor, mert a mágikus vandunk 7-es szintű lett. Oké. Okay. Ó, a hagymát azért kaptam, mert 5 csirkét felvettem. Azt nézzétek, a mágikus vand 180 DPS-t nyomott. Wow. Na. Van pénzünk Gennaro-ra, és Árkára pont nincs. Na basszus. Power up. Mennyibe kerül? 200. Azt, amilyen drágák a power up-ok. Legalábbis most drágának tűnnek így, hogy veszegetem a karaktereket. Az a jó, hogy karakterből 7 van, tehát hogy előbb-utóbb már nem kell venni. Gennaro. Na nézzük meg még Gennaro-t. És tudok választani, hogy az Inlaid Library-be akarok menni. És itt már új szörnyek vannak. Mi alapján állókolódott ez az új pálya? Húha. Nem tetszik ez a karakter. Tűha. Hűha! Thunder! 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 Enemy freeze. És tényleg ott volt az enemy freeze. Ahogy random irányba megy a freeze is. Attract Orb. Távolabbról tudjuk felvenni a lootot. Ezek amúgy micsodák? Valami gargoylok? Vagy mik ezek a lények? Szia, Astralmist! Moxon. Ez gond. Jézusom. Ez a fagyasztás, ez tetszik.
Rune Tracer, hát ő megment minket. Fush, fush, már mint hogy fush. Fush, fush. Kérünk egy másik fegyvert is. A zavaró ebben a pályában az, hogy nem lehet a végtelenségig menekülni fölfelé, hanem csak jobbra-balra. Bizony nagy upgrade-et vettem fel, nagyobb pick-up range. Fontos. Amúgy tényleg fontos. Hagyma. Közelbe levő ellenségeket sebzi. Wow. Hagyma fejlesztés. Mondjuk ez hármas sebzés? Az semmi. Legalábbis még semmi. Ez a hagyma biztos menő lesz majd. Húha, ez most bevállalása javából. Jézus Astronomist. Armor? Jó, hagyjad az armor. Firewand, talán az, amit így húzni kéne. Teljesen feleslegesen nyomom ezt a hagymát. Ez a fagyasztás brutál jó. Brutál jó sebzéseim vannak egyébként mellette. Még egy armor. Ó, láda, nagyon jó. Hát, cooldown csökkentés. Ez nem, nem rossz, nem rossz. Kéne shield. Projectile speed. Vannak ilyen kamikáze szörnyek is. Ezt a Rune Tracert fejlesztettem most. Kicsit jobb legyen. Jelez valami kettő csíkot. Képernyő jobb oldalán a pénz alatt. Az, az micsoda? Hagyma fejlesztés. Pausz. Ó, oké, köszi, Lovácska.
Cooldown csökkentés és sebzésnövelés. Hagyma sebzésnövelés. Shield és hagyma, az jó, jó lehet. Jó lehetne. 17-es szintű vagyok. 17-es szintű ennyire az elején? Wow. Jó, megy a grind. Hello. Ott lesz fent a HP. Visszahozza, visszahozza. A fiú. Miért jön most ennyi kamikázés? Lehet egyébként, hogy a movement speedre kellett volna inkább menni. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy hogy indult ez a... ez a run, hogy mennyire rossz lesz, mert hogy... ez a karakter pont pengés, és a pengéjét nem használjuk ki. Ahhoz képest jók vagyunk. Te jó ég! Még egyet a hagymára. Nagyon kíváncsi leszek majd a végén a hagyma sebzésére. Pattogtatjám az enemit! Rendesen. Lila láda. 20-as szint. Fagyasztás, armor, meg knife. Igen, az nagyon jó, hogy a knife-unk még egy projektál is lő. Egy szekkel tovább tart a fagyasztást. Illetve egyel jobban bírjuk a sebzést. Egyel jobban. Spinac! Ajaj! Nagyon itt volt a range-emben. Jól rám akartak robbantani. Ezek a zombik nagyon táposak. Ez most már itt a vég lesz. Ikább range növelés, az jó. Lightning Ring még egy projektálist fog lőni, az kell. Villámcsapás. Maximus. Még több XP? 7%-kal? Inkább rámegyünk a HP-ra. Hát, ha ez kell. Ez komoly.
Nézd ki, nem volt olyan sok XP lent a földön. Shield! Shield az kellene. Az micsoda? Valami csillag. Jesus! Jézusom! Epic láda. 27-es szinten vagyunk. Lighting, hagyma és cooldown csökkentés. Na nézzük. Igen, damage up és cooldown csökkentés. Aztán nagyobb range és damage növelés és ez jó. Villámunk az most elég beteg lesz így. Csak az a gond, hogy az alapsebzésünk nagyon gyengusz. Nagyon, nagyon fáj. Ez már itt nagyon fáj. Shield is nagyon kéne. Például. Base damage növelés hátha segít a helyzetünkön. Huszonkilences szint. Ó, jönnek a durvább homokszörnyek. Menni jobbra. Ott vannak az XP-k. Na! Damage up és nagyobb range a hagymának. Ezek a treasure-ök nagyon jól jönnek, basszus. És fire van, oh, na hát ezek nagyon jók. Nézzük, mit ad az első. Damage up, base speed. Oké, okay, kövi. Damage up és speed up. Uh-huh. És base damage up. Oké. Okay. 70-es sebzések. Akkor ez lehet az, ami kellett nekünk. Húha. Ez a halál lesz. Úgy érzem, most a játék azt mondta, hogy ennyi elég volt.
Azt a rohadt. Hát hogy lehet ez bírni? Még mindig élünk. Még mindig élünk. És még mindig élünk, srácok. Hát ez valami elképesztő. Te jó ég. De jó ég! Ez aztán chill, én már feszülök a sok enemitől. Hát, chill pedig. De nem chillelsz? Ne gyújts. Azt a rohadt! Egy kis nyugodalmat szeretnék kérni. Újfajta szörnyek, level 40, ding ding! Negyed óra. Milyen knockback-eket nyomunk amúgy. Szia, Mr. Medve! Nagyon szépeket sebez a hagyma. A hagymánk egyébként maxos, most látom. Hát őt már nem tudjuk hova húzni. Jézusom. Itt kéne valami kiút nekem. Az a gond, ezek a szellemnénik nem nagyon akarnak halni. Támadtak a brokkolik, igen. Rune Tracer 249-es dam. Azt a rohadt. Hát a hagyma, az se volt rossz. De jó ég, srácok. De jó ég. Na, Pó, ő hagymás. Permanens 25% pickup rádiusz, de 30 a max HP-jából. Még játszunk egy kicsit. Egy kicsike játszik. Tetszik ez a Pó karakter. Ő hagymás alapban. A hagyma jó, srácok. Ez a képesség kerizte az előbb. Ez a Rune Tracer.
Eszkeriszt az egész ránt. Mondjuk lehet akkor azt a karaktert kellett volna hozni. Nem tudom, hogy vagytok vele, srácok, de ez a játék nagyon addiktív. Projectile speedre már most rámegyünk. Hagymát fejlesztem, hogy nagyobb legyen a range-ünk most. Persze láttam, hogy ott volt a rune tracer. De mivel nincs közelharci támadásom, ezért ez kell. Megállnék egy helybe, akkor is élek. Lent, hogy túlélem? Úgy néz ki, hogy igen. Szegény masinnak senki nem válaszol. Ugye árnyas? Hát jelenleg közel se tudnak férkőzni hozzám. HP Recover. Humarolla. Megnézzük ezt a bibliát. Köszi, még éri. Weapons fire more projectiles. Aha, ez jó cucc. A hagyma nagyon jó early item ezek szerint. Megdamolódtam. Kétszer is. Ahogy nézem, a hagyma még pajzsnak is jó. Hát, a hagyma plusz pajzs az így brutális lenne, Geri. Ha lenne pajzs. Lenne pajzsom. Ami, sértetetlenséget adnak kétszekre. Ne vinnél. Szentelt víz, az szerintem most jó lehet. De inkább a lightingra mentem. Treasure van balra. Lila treasure! A base damage akkor itt a hagyma? Hát a base damage az mindig a fegyverre vonatkozik. Duplikátor, még egyáltalán projektál is lövünk ki.
Aztán 5 tüzes izé, 3 biblia, meg 3 rune tracer, azt a rohadt. Jó, a hagyma a bibliával jó cucc. Még egy pajzsot azért elfogadnék. Ez a projektális, hogy több projektálisom lehet, ez brutálisan jó. Még most szerintem megtehetjük, hogy rámegyünk az XP-re. Jó, weapon cooldown, az jó. Bár a rune tracert is jó lenne fejleszteni. Jó, armor... HP. Armor. Bár ennek kevesebb a HP-ja, úgyhogy lehet, hogy arra kellett volna inkább rámenni. Hát... Legyen a távolabbról begyűjtés. Szevasz, Pepe. Oh, fagyasztás! Fagyasztás még fel kell pimpálni. Hagymát gyorsan kimaxoljuk. Jézus Pepem. Jézus kacok. Biblián is kéne húzni. Ellöktem a izét. A robbantós kamikáze elnemit. Untrészel. Még egyel több a projektál is. Oda néz. Óha! Ez a robbantós. Ezzel tényleg vigyázni kell. Nem vettem elég komolyan. Srácok. Most imádkozni kell egy healer. Most megyünk vissza. Lámpából coin jön, tudtam már. Nem láttam, hogy honnan jött. Hogy honnan akart jönni. Ó, basszus. Elszúrtam, srácok. Elszúrtam. Elszúrtam. Aj. Kár érte. Kár érte, srácok. Egy utolsó rán. Ez lesz az utolsó.
szentelt víz, nézzük meg, hogy milyen. Jó lesz ez a szentelt víz. A Bracer is nagyon jó lenne, viszont most a freeze-re megyünk rá. Szevasz, Nózi. Elpattant az immunitásom. Hogy itt jegy Nózi arra felé? Bracer még mindig lehet. A játék instant függőség? Ne is van, ne is van. Hát az volt a terve, hogy játszok egy kicsit a Dying Light előtt. Ó, basszus, jobbulást, Nózi. Mi mondja, ez az útsó, aztán ebéd után visszajövök, és mi mindig ez fog menni. Ilyen nem szokott történni, gyegyus. Ez alaptalan. Szentelt víz legalább nem. Az volt a terve, hogy Meló mellett félszemmel követte a Steamet, mióta tolod, én is játszottam egy kicsit. Csak a madárkán mind lehet fejleszteni. Ez gond lesz, rájuk még nincs elég sebzésünk. Spinac? Az szerintem kell a spinac. Most nem tudunk arra elmenni. Hűha. Ahogy a baj, nincs elég sebzés. Az a gond, hogy teljesen random az, hogy merre megy a sebzésem. És így nem tudok utat törni magamnak. Bíznom kell a fegyvereimbe. A
duplikátor nagyon jó cucc. Az helyzet, már ki is maxoltuk. HP recover. HP recover amúgy csábító. Azt hiszem most kezd beindulni igazán a dara. Legalábbis ennél a ránnál. Hát hova dobja a szentelt vizet? Teljesen rossz helyre a játék. Trollkodik a játék, nem akarja, hogy nyerjünk. Vagy azt akarja, hogy ez legyen az utolsó rán. Az helyzet, a rune tracerünk még csak egyes. Húzzuk akkor a Firewandot. Na, kék láda! Ebben sokkal több zombit ölsz, változatosabban Vampire Survivors nagyobb, mint Dying Light 2. Na, shield upgrade. Oké, oké. Nagy nyitogatások. Na, van fejlesztés, jó cucc. Cooldown csökkentés is jöhet. Júj! Na, például a robbantós ellen ez a shield most nagyon jól jött. Úgy gondolom, hogy ez a shield ez ilyen must have ezen a pályán. A madarat meg nem érzem jó piknek. Megöltük a robbantósat, láttátok? Megint megöltük a robbantósat. Base speed. Rune tracer. Tudok elmenni jobbra. Ott egy kis heal. Csak megoldottuk, hogy elmenjünk jobbra. Base damage növelés. Szépen repkednek itt a számok. Az jó jöhet. Nem volt elég egy level up-hoz. Azért volt jó a hagyma, mert azzal tudtam egy kis utat törni. Most nézem, ezek tényleg full Castlevania itemek. Komolyan? Castlevania, igen.
Na, a Rune Tracer még egyel több projectnál is fog lőni. De jó. Hopp, neki mentem az ellenségnek. Ez itt nagyon jól néz ki. Damage. Szentelt víz. Dolgok történnek a képernyőn. Jól van, Migiri, Migiri, köszi szépen. Hogy segítettél. Rune Tracer. És még egy Rune Tracer. És nem tudom, mi történik, hogy megint tudunk fejlődni. De akkor legyen base speed-e. Ja, itt egy erősebb ellenfél. Az ránk robban szerintem meghalunk. A cooldown ez jöhet. Cooldown csökkentés. Menj meg a ránt, kérlek! Kitartást amúgy még éri, még éri. Madárka, shield, a base damage. Na nézzük, mit csinál. A madárka egyel többet lő. Meg növelődik a base damage-e. Ez jó. Madárka pimpelődik. Még egy kis cooldown csökkentés. Pecska. Azt hittem egy pillanatra, hogy beszorulok. Jézus. Igen, a fagyasztás. Azt még húzni kellene. Szerintem piros rúnát vettem fel. Miatt léptem ilyen gyorsan szintet. Nagyon tetszik, hogy így repkednek a számok, olyan, mint hogyha diablózni. Ez a piros az, ami segített. Plusz egy charge a pajzson.
Ott jön a lootos denevér. Jó sok HP-je van a lootos denevérnek. Hozott egy piros kristály, de azzal már nem léptünk szintet. Jó, 100%-os sebzés növelés. Szeva a smoke-át, nyomom. Te már játszottál ezzel, mókás? Egy kis base speed növelés. 4-es még hozzá. Szeva a skaterti. Armor? Legyen armor. Jaja, hát az addiktívság, igen. Lassan 2 óra elnyomom, és azt terveztem, hogy csak belenézünk, ameddig meg nem tudjuk, hogy ez micsoda. És most meg nem ereszt minket a játék. Na most mondd meg. Azt a rohánc! Damok! Jézusom! És csapatom közben a webes változatot? Ja. Van böngészős belőle, igen. Na jó, húzzuk egy kicsit a madarat, hátha. Hát a carries. Ott van egy heal. Meg ott sok minden van, ami jó. Sok minden van, ami jó. Ja. Legyen maxos szentelt, a base speedre rá kell menni. 104-es damok, srácok! Very big. Medúza néni is itt van. Ölt meg minket legutóbb. Szint. Víz area. A szentelt víznek mehet. És még a pajzsomat nem ütötték le, úgyhogy még jók vagyunk. Tovább tartson a fagyasztás. Hát az a medúza néni miből van? Lehet tudni? Meghalt. Ez a játék. Egyébként meglepően népszerű, hogy kíváncsi vagyok, mennyien próbálják majd elkopizni. Lehet. Ezek a stílusok mindig is jók voltak, Yoko-sensei. Kuldár Reduction.
Na, itt vannak a nyanyák, amikkel nem tudtunk mit csinálni. De most elég szépen kapják. És még fagyni is jól fagynak. Hát, még hogyha twin stick lenne ez akik, de konkrétan nyomok egy analógot, meg egy gombot. Baloldali analóg és az X. Más nem csinálok. A twin stick ugye akkor lenne, hogyha én irányítanám a lövést, de hát még azt sem csinálom. Ó, leesett a shieldem. Leesett a shieldem. Már vissza is jött. Már jobban van, köszöni szépen. Nem, nincs alapskillem. A ládás, izé, denevért meg kéne azért ölni. Na végre. Ilyet még nem láttunk. Ez mit tud? Hellfire, evil volt a firewandunk, most már a sebzésünk túlmegy az ellenségen. Azt a rohadt! Haló! Haló! Jézusom! 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 Jó, hát akkor rámegyünk az XP-re. WTF. Azt elfelejtettem mondani, hogy Jézusom? Jézusom! Mondtam már, srácok, hogy Jézusom? Gondoltam rá. Ott van egy kis heal alul. Na. XP. Agyad, XP, agyad. Na, a bossi seprűn. Bossi seprűn. Ő még itt bajt jelenthet. Dying Light 2 lefújja? Nem. Ja, már 51-es szinten vagyunk. Hoppá, meghalt a bossi. Hát miért csak kék lootot kapunk, szarjáték? Na, fagyasztás, legalább egy kis fagyasztás fejlesztés. Hatos szintű fagyasztás. A fagyasztás az, amikor sötét kék lesz az enemy. És most ezt felfejlesztettem, hogy egy szekig tovább tartson a fagyasztás. Mármint, hogy még egy szekig tovább tartson. Dying Light 2, hopp, mármint, hogy nálam? Kérek még több XP-t. Hát, nem hiszem, Zakika. Még több XP-t. Axoljuk ki ezt az XP-s cuccot. Ha már ilyen jól megy a dara.
Tetszik, hogy ilyen egy coinokat kapunk a 800 mellé. Na, koponyákok! Jönnek ilyen koponyákok. Haló? Ő mi ott? Robbantós levette egy shieldemet. Jó, visszajött a shield. Madárkát felhúztuk szerintem maxra. Elpattant egy shieldem. Jó, visszajött. Ha a zöld a shieldem, akkor az két charge. Ha a kék, akkor az egy charge. De miért csak kéket ad? 57-es szinten vagyunk, srácok. Jó, madárka, akkor most már tényleg maxos lesz. Na, aha. Ja, így lesz szerintem maxos. 8-as szinten. Hát ez a szentelt víz, ez elég zsír. Visszaszívom. Amikor azt mondtam, hogy nem jó. Most már csak a Laurát és az Armort tudjuk fejleszteni. Ups. Tehát a Shieldet és az Armort. Tehát most már a sebzésünk nem lesz több valószínűleg. Oké, 59-es szint. Sárga a shieldünk, azaz 3 charge van rajta. Elismerj, jönnek ezek a robbantós szemetek. Aha. Hát nem tudom most hány charge-os a shieldem. Sárgánk vagyunk, úgyhogy jó. Na jönnek a bossik. Szint. Jó. Igen, most már csak az armort tudjuk fejleszteni. Ott van egy kis gold. Oh, a HP-t nem akartam begyűjteni. Gondoltátok volna, hogy ebből egy 23 perces rán lesz, mert én nem. Szerencse nincs velünk, csak alapládát nyitunk. Azért jó, hogy kaptunk armort, hogy még annyi szintet se kell lépni. Ó, piros kristály. Azt nem érzem, hogy az enemynek több lenne a HP-ja. Az micsoda? Kis amulett, instakill. Na, még level 62. Azt a rohadt! Nagyon sokan vannak.
be is szoroltunk. Nekem ez az XP behúzós amulet lett a kedvencem. Igen, ennyire bejött lovácska. Na most már érzem azt, hogy nem akarnak halni. Most már érzem. Huszonöt coin. Jézusom! Ott valami óriás mágus van a végén. Én a zöld mapon mászkáltam, szóval 10 levelnyi XP volt, szanaszét. Behúzta. Aztán. Kék a pajzsom. A zöld. Sárga. Te jó ég. Vége lesz ennek valaha? Igen. Na még medúza is jön. Szerintem most lesz vége, srácok, a játéknak. Hát ezt a sok medúzát már egyszerűen nem lehet túlélni. 28 percnél lesz vége? Oké. Okay. Oké, okay, leesett a shieldem. A pénz mire jó? Permanens upgrade-eket oldunk fel. A roguelite cuccokat. Asta. 25 coin. Asta. 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 Van még itt? Nem csak kék ládát kapunk, szemét lehetünk. Szia, 30-10-nél lesz. Oké, okay, incsó. Oké, okay, oké. Okay. Én a 28-at inkább hiszem el. Meghalt a nagy mágus. Meg a medúza is. Na végre! Ez az, kapjuk a 25 coinokat. Very big! Hát ki gondolta volna, hogy 25 coint kapunk még. Hármat is. Igen, gyegyus. De tudod mi a durva? Az, hogy ez még ugyanaz a rán.
ez még ugyanaz a rend. Mielőtt elmentél volna kajálni. Jó, hát most már biztos meghalunk. Azért, bocsánat, itt van itt kiárat? Köszönöm. Azt a rohadt! Még mindig van shieldem, nagyon jó. Fogyasztás hatalmasakat megy. Ja, és most már jönnek a kamikázék, hát ezek ellen nem is tudunk elmenekülni. Jó, nincs pajzsunk. Igazán értem, miért van max levelje a tárgyaknak. Nem tudom. Nem tudom. Rune Tracer, látjátok mennyit damolt? Ez jó cucc. Az jó cucc. Ja, akkor lehet azért, mert hogy early access. Na. Ebony Wings-et unlockoltuk. Spellbinder-t is unlockoltuk. Pentagramot, mert hogy 20 percig éltünk túl bármilyen karakterre, és 500 gold azért, mert a Firewand-ot evolvoltuk. És Nesufertitit legyőztük. Rozáriát megtaláltuk. Szentelt víz 4-es szintű. Azt a mindenit. De most már nem megyünk többet, srácok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, és akkor még lenne egy hetedik karakter. Megvan az összes karakter, és most lehet power-up-olni, mert van 2000-em. 10%-kal több coin kapunk rankonként. XP. Minden fegyverrel egyel több projectile is. Movement speed. Pickup range. A weapon effektek 15%-kal tovább tartanak. Hét karakter van. Nincs. Legalábbis a Steam leírás szerint 7 karakter van a játékban. Nem. 7 van, srácok. 7 karakter, 24 fegyver, 14 power up. Tehát 40. Most licitáltak? Nem tudom amúgy mire kéne így hirtelen rakni. Több coin, hát megmondom őszintén, coin nem érdekel, XP az annál inkább. Gyorsabb mozgás, pickup range. A pickup range-et kimaxoltuk. Titkos karaktert állokoltaná? Akkor valószínűleg az nincs meg, a titkos karakter. Nem, mert nem néztem még meg, hogy az hogy lehet állokolni. Van egy plusz, amit egy Konami kóddal lehet megszerezni. Na, hát az nincs meg. Ú, a Noita nagyon jó cucc, mókás. Főmedőbe kell beírni egy kódot, igen? Na nézzük. Nem tudom amúgy. Amúgy itt azt írják, hogy több mint 7 van.
Mert ha megölsz 3000 skeletont, akkor mortáció jön. Úgyhogy több mint 7 kell, hogy legyen. Csak a Steam leírás valószínűleg nem frissült. Azt mondja, X kötőjel X 1 V I I Q. Ott van. Mágnes. Lák. Nekem 80, plusz a madaras, amit nem kódoltam. Ja. Itt mindjárt linkelek nektek egy guide-ot, hogy hogyan lehet állokolni karaktereket. Tessék. Ötezer coint, ha összeszedsz egyetlen egy ránda, akkor megszerzed Don Mario-t. Permanens 40% item duration és speed, 40%, minusz 40% movement speed. Oké, szia Simmons. Az X-Dash az, amit most megszereztünk, amit mondott Zenha, köszi. Az szar statokkal rendelkezik, de 110%-os a lákja. Mármint, hogy 100 itt a statok szerint. Van még ilyen, hogy Gennaro, Bell, Péze, extra projektálisokat lő minden egyes fegyvernél. Ja, ott van Gennaro, ő az. Mortáció. Ő még nincs meg nekem, ő 3000 skeleton legyőzésekor. Extra projektális dob minden 20. szintnél, maximum 3. Azt tudja mortáció. Aztán az alap, igen, 10%-kal gyorsabbak a projektálisok. A pó a hagymás, akinek 30-a kevesebb a max HP-ja. A portásunk sincsen még. Porta Ladonna, ja nincsen ő meg, ő akkor jön, hogyha level 4-es lesz a Lightning Ring, 30% arra effekt a fegyverenként, és ideiglenes cooldown bónusz ilyeneket tud. És van Shore, akit akkor kapunk meg, hogyha 1000 HP-t recovereltünk már így totálisan, és permanens HP regenje van 0,5-ös, illetve plusz 30 HP-val kezd. Jó. Nem. Collection. Hát itt látjátok, hogy még egy csomó minden nincsen feloldva. Egy csomó minden nincs feloldva, és mindennek van. Mindennek van ilyen durvább változata. Csak nem tudom, hogy ahhoz mi kell. Azt írja, hogy spinac kell. Ja. Hát akkor lesz Hellfire-ünk, hogyha van a Fire van mellett spinac. Értem. Ez jó. És itt írja, hogy mivel a legjobb. Például a Fire Wandhoz hiába van duration, nem hat rá. A Rune Tracerre meg a duration, meg a speed kell. A szentelt vízre nem hat a duration, vagy mi speed, igen. A treasure chesthez kell luck. Hát akkor ezért nyitott, akkor ezért nem nyitottunk jókat. Most már értem. Jó. 24 achievement, meg is van a 40-ből. Itt van, porta. Ja, hát amúgy így is nézhettük volna. Plusz egy karakter, két karakter, három karakter, lehetne lóhere, stone mask, négy karakter, ez a mortáció, ez jól néz ki, ő is egy csonti. Hyper Mad Forest, na ezt nem tudom, hogy mit csinál. Ja, a Mad Forest az állokkolja az újabb Mad Forestet, gondolom én.
Hipermód. Aha. VIP fejlesztés, VIP evolválás pontosabban, Magic Wand evolválás, Knife, Cross. Ja, ezeket lehet upgrade-álni. Wow. A csontisnak az alapszki elég jó. Hmm. Nem tudom, mivel jön. Ez jó cucc, srácok. Még Steam achievementeket is lesz szinkronizálni. Na jól van, skacok! Ez egy szuper játék, nagyon egyszerű. Hordákat kell legyőzned és túl kell élned. És roguelike elemek is vannak, roguelite elemek is vannak benne, tehát minden egyes ránoddal egyre erősebb és erősebb leszel. Jó cucc. Nekem tetszik, és köszönöm szépen az ajánlást Stélonnak. Egyszerű játék, és addiktív. Látjátok, néha a legegyszerűbb játékok a legaddiktívabbak. Mint ez.